Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Köszöntöm rádiónk vendégét, Szemerényi Pataki Klaudiát, Kecskemét város polgármesterét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit. Új beruházást adtak át Kodafalván a tegnapi napon. Kezdjük ezzel a beszélgetést. Mi történt Kodafalván, mi ez a beruházás, mit tudhatunk? A részleteket kérem, mesélj el nekünk. Ugye a város legelső ipari parkja, a Heliport ipari park néven híresült el, és ennek az alapításában jelentős szerepe volt az Autoflex Kft-nek, amely 40 évvel ezelőtt alapult, alakította meg egy családi vállalkozásból Hászabó Sándor, és ez a vállalkozás ez azóta is virul, és nem is akármilyen módon, hatalmas export teljesítménnyel hasít a világ piacán, a utánfutó és alkatrészgyártásban, mégpedig a világ első három legnagyobb vállalkozása közé tartozik ebben a szegmensben, és hát egészen Amerikától Kínáig exportál és termel is, tehát külföldi üzemei, üzemegységei is vannak a világ számos pontján, úgyhogy a legutolsó fejlesztéséhez kapott kormányzati támogatást, és azt néztük meg, ami megépült itt a Heliport területén is, illetve Amerikába ezzel párhuzamosan. Mit ad Kecskemét város számára ez a beruházás? Ez a beruházás egy igazi stabilitást biztosít a város gazdaságának, és egy igazi jégköve annak, hogy nem csak a nagy globális multinacionális cégek tudnak itt fejlődni folyamatosan, hanem igenis a kis-közepes vállalkozásoknak is egy komoly élettere van, egy nagyon jó szakképzett munkaereje van a városnak, egy olyan tudása, kompetenciája, képessége, amely igenis világra szóló a gazdaság és az ipar területén, ennek számtalan példája van, és egy egészséges gazdasági szerkezetet biztosít a város életében, hiszen a kis-közepes vállalkozások is láthatóan tudnak érvényesülni a városban és folyamatosan fejlődni. Szemerényi Pataki Klaudiával, Kecskemét város polgármesterével beszélgetünk. Maradjunk Kodafalvánál. Kodafalva is látványosan fejlődik, és az elmúlt időszakban, az elmúlt években tényleg egyre több ház épült, játszótér épült, vagy játszóterek, közösségi tér is kialakítás alatt van, ha jól tudom. Tehát, hogy ott is pezseg az élet Kodafalván. Igen, pezseg az élet, pontosan a Heliport ipari parkos tulajdonosokkal tudtunk abban megállapodni, hogy egy komoly telekcserét hajtottunk végre, és egy megközelítőleg 100 milliós értékben jutott a város egy olyan területhez, amelyen egy közösségi teret tudunk kialakítani. Nagyon szépen alakul a településnek a település központja, hiszen ugye az a kis bolt, a kis ABC, amelyik a szívében dübörög a kis kadafalvi településünknek. Mellette ugye a templom mellett letettük a bölcsödének az alapköveit, ami az év végére el is készül. Az iskola egyre népszerűbb, úgyhogy ott is bővítéseket kellett elvégezni az elmúlt időszakban, sőt egy komolyabb tervezéssel is készül már a tankerület egyébként az iskola fejlesztésére, és hát nekünk is az óvoda fejlesztésére túl vagyunk már a tervezési fázison, úgyhogy ott is indulhat lassan a kivitelezési szakasza az óvoda bővítésének, mert látszik, hogy az a szép folyamat, hogy új otthonokat, új telkeket alakítottunk ki ebben a térségben, szintén önkormányzati tulajdonból, lehetőséget biztosítottunk a fiataloknak a csokon keresztül az életük megalapozására. Egy igazi lüktető erő lett tulajdonképpen a település megfrissülésében, megújulásában ez a lehetőség, és látszik, hogy egyik fejlődés hozza a másik fejlesztési folyamatot. Egyre többen költöztek Kodafalvára, és ahogy mondtuk, egyre többen ott élnek, laknak. Van még ebben egyébként erő? Tehát még lehet akár több házat építeni ott? Hát van még ebben erő, de az infrastruktúrával utol kell ott is érni magunkat, mert egyértelműen könnyebb egy családi házat megépíteni, mint egy egész település résznek a komplett infrastruktúráját hozzáfejleszteni, de jó úton járunk, hiszen a játszótér megépült, akkor ugye ott is pályáztunk erre a kültéri sporteszközökre, azokat is ki tudjuk majd helyezni itt a településen, illetve a úthálózat fejlesztésében is azt kell mondanom, hogy nem kell szégyenkezni, mert sikerült összefogni Ballószöggel és Helvéciával, és azokat a határutakat, amelyeken több irányba is le tudjuk vezetni a forgalmat, hogy ne csak az egész ballószögi lakosság Kadafalván keresztül jöjjön, vagy Helvécia irányában is el tudjanak menni, ezek az utak is elkészültek, és még egy ugye vagyunk adós,
fontosak, ez pedig a Beretvás köznek a felújítása, de ebben is ugye most már zajlanak a területleadással kapcsolatos egyeztetések, hiszen az út maga keskeny ahhoz, hogy tudjuk szélesíteni, a tervezésen túl vagyunk, tehát ezért is tudjuk, hogy melyik ingatlannal kell megkötni a megállapodásokat ahhoz, hogy a csapadékvíz elvezetés után meg tudjuk szélesíteni a Beretvás közt is. Tehát szépen zajlanak egymás után a folyamatok, és a település résznek még azért van jövője a fejlődésre, de már összenőtt ballószöggel tulajdonképpen, de abba az irányba azért van még lehetőség változásra. És az is egy jó hír, hogy a lakosság, aki nagyon szép házakat alakít és otthont alakított ki magának, abban is partner, hogy a lakossági önerős útépítésben el tudjuk indítani a szilárd burkolatú útaknak a kialakítását, és az elmúlt években nagyon jó példák vannak erre. 4 lakossági önerős út is megépült a lakossággal közösen, sikeres együttműködésben, és azt gondolom, hogy ez a jövő, ezt az utat kell járni, és ezt kell folytatni. Kecskemét város polgármesterével, Szemerényi Pataki Klaudiával beszélgetünk. A napokban egy pályázatot adott be a város, mégpedig a Kiskörút felújításával kapcsolatos ez a pályázat. Mit tudhatunk erről? Igen, útpályázat, útfelújításra adtunk be pályázatot. Az egyik legjelentősebb tétel ugye a Kiskörút felújításának a folytatása, hogy tényleg körbe tudjunk érni a Kiskörútnak a teljes szakaszán, de a Mátyás Király körút is benne van ebben a pályázatban, és annak a folytatására is beadtuk most már a szükséges dokumentációkat, úgyhogy ez a 2 nagyon forgalmas útszakasz van akkor most ebben az évben még terítéken, amelyeket el tudjuk végezni az út felújítását. Ahogy szépen elkészült egyébként a technikaházától a piaristák sarkáig az útburkolatnak és az átjáróknak a megépítése, a parkoló kialakítása, ezt a folyamatot tudjuk a piarista saroktól kezdődően egészen idáig a rádió gongig végig gondolni, és ezt tartalmazza a pályázat a maradék szakaszra. Nincs olyan kockázat benne, hogy nem nyerjük meg a pályázatot, tehát a teljesítjük az adminisztratív feltételeket, akkor ez a pályázat dedikálva van top plusz forrásból a város számára, úgyhogy itt zajlanak a folyamatok, és ez ebben az évben el fog indulni. Ugye fő cél az elsősorban, hogy a belvárosban azért jó lenne a tehermentesítést, forgalommentesítést még tovább fejleszteni, ugye ennek megfelelően kell még további lépéseket tennünk. Hát ez az útfelújítás mondjuk pont azt irányozza elő, hogy kényelmesebben tudjanak az autók az utakon közlekedni, de hát természetesen azért ez annak is megteremti az alapját, hogy a tömegközlekedés hálózatot is ezzel együtt újra gondoljuk, és a parkolási lehetőségeket is végig gondoljuk, mint ahogy ezt tettük ugye a Homokbánya térségében egy P+R parkoló kialakításával. Ami zajlik a napokban, ráadásul ez a parkoló kialakítás, hiszen a legutóbbi információink szerint akkor májusra készülhet el, és ha már tömegközlekedés, április 1-től ráadásul a tömegközlekedésben is változás állt be, hiszen ugye változott a díszem, és nagyon kedvezően utazhatunk, tehát ez is arról szól, hogy a belváros forgalmát csökkentsük már, mint ami az autók számát illeti. Az autók számát illeti, tehát nem tudunk olyan ütemben utakat építeni, és átgyalogolni otthonokon, szélesíteni utakat, amilyen ütemben hála jó Istennek a családoknak nő a gépkocsi száma. Ez egy jó hír, de ugyanakkor ennek a feladatait is viselni kell. Én csak azt látom hosszú távon megoldásnak, hogy a tömegközlekedési hálózatot folyamatosan fejleszteni, folyamatosan sűríteni a járatokat, folyamatosan új megoldásokat bevezetni, ugye ezért jól működik az iskolabusz, ezért adtuk meg a kedvezményes árakat is most április 1-től, és nagyon várom, hogy ugyanolyan komoly eredményeket fogunk a kedvezményes jegy és bérlet árakkal elérni, mint ahogy tavaly a drasztikus csökkenéssel a tanulóbérlet esetében. Most ez a jelképes 100 forint a 25 éves korig, illetve a nyugdíjasoknak, bízom benne, hogy egyre többen úgy döntenek, hogy váltani fognak. Kíváncsi vagyok az eredményekre, én is folyamatosan nézem. Az első statisztikai adatokat majd májusban fogom igazából látni. Az előzetes jelzések alapján érezhető, hogy a nyugdíjasok körében megmozdult valami, és egyre többen váltottak bérleteket, havi bérleteket és negyedéves bérleteket az elmúlt hetekben. A Kiskörút felújításával kapcsolatos pályázatot beadták. Mikor született eredmény, és mit tudhatunk ennek tekintetében?
ez mikor kezdődhet el. Tudom, még korai a kérdés, de a tervek, gondolom, akkor megvannak a tervek. Mit tudhatunk erről? Hát év közepével számolunk a kivitelezés elindításával, úgyhogy ebben az évben reméljük, hogy el tudjuk indítani, és mivel mi vagyunk a kivitelezők, és nem az EKM, ezt is szeretném hozzátenni gyorsan, nem kell azokat az egyeztetési köröket és hosszú utakat bejárnunk, mint amit az Izsáki út esetében tesszük, tehát ez a mi kezünkben van, ez a mi döntésünk, és az a szerződéseink alapján elvégezzük, mint ahogy a város különböző területein is flottul végezzük el az önkormányzati út felújítását. Polgármester asszony, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, egy hét múlva várjuk vissza. Köszönöm szépen a meghívást.